Üdvözlöm, kedves barátaim! Itt vagyunk jó helyen. Jó időkor. Emlékeztek, nemrég voltunk itt, és körbe mentünk, ez a budapesti Dira Kutir, egy nagyon jó fiatal hely, és látjátok itt újra a videóban a régi, milyen volt, mielőtt vége lett, és ma van Akshaya Tritiya, ugye a kedvező nap. Nyitás, és most gyorsan körbefutunk, hogy hogy néz ki most a nyitás után. Így néz ki. Itt a videó. Hare Krishna. Hare Krishna. Szép világítás. Ez kinek lesz a videó? Nektek. Nekem. Akkor már itt vannak ilyen asztalok, ez még a nyitásnak a vacsorázás kalakuma történik. Hare Krishna. Szép nagyon. Így lehet jönni, hogyha fiatalok néznek, budapestiek, akkor lehet ide jönni. Minden kis ledes fények vannak. Lehet így legyen egy kis butorhoz. Krishna. Jó, itt ez a kis ilyen indiai hangulatban lehet örökülősben leülni, és akkor enni finomságokat. Itt is ilyen kis társalgó szóba beszélgetés lehet. Itt van. Vannak persze vécék, öltözők, cipőtár. Akkor nézzük tovább, ugye akkor onnan jöttünk be, ez a folyosó, és most levetem a cipőmet, és akkor ez a kis meditációs központ, ott van a, hogy hívják, és akkor így lett, hogyha emlékeztek, itt fel volt törve a beton, melyet vizesedés történt, és ilyen plafon fel van szépen, 70-es évek igazából stílusban, nagyon jól néz ki, igényes, természetesen szentírás kell, hogy legyen egy ilyen meditációs helyen. A mantra, amire szoktunk veletek meditálni. Én nagyon sok fiatal egyetemista jött ide segíteni, itteni kis oltár. Akkor jöttek, segítették, művészek, ez is egy fiatal fiú. Az egész dizájn, ami festés, színek, formák, ez is egy fiatal Krishna hívő csinálta, és nem Krishna hívők jöttek mindig ide segíteni. Így néz ki, és most megnyitottunk, és reméljünk, hogy sok-sok-sok fiatal jó fog érezni magát, és megtalálja az élet útját. Adjátok ti is az áldásatok erre a központra. Köszönjük szépen, Hare Krishna! Szoktunk néha szangázni együtt, és akkor ott
így gyúrjuk ezt a prédikálást, megbeszéljük, hogy mit lehet a máshogy, mik a nehézségek, mit lehetne változtatni, és így kicseréljük a technikákat, taktikákat. Szóval nagyon jó, és köszönjük szépen Bhakti Pál Gószvámi Maharajnak is, mert is egy ilyen kapocs szokott lenni, hogy ez a híd így létrejöjjön, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Lassuk a Prabhuk így.